Naponta hagyják el a buszvezetők a pécsi közösségi közlekedést bonyolító önkormányzati céget, mondja a Tükebusznál működő Szolidaritás szakszervezet helyi vezetője. Például a mai nap is megtudtam, hogy valaki beadta a felmondását, tehát na, szinte egy-két nap leforgás alatt egymás után adják be, ahogy találnak helyet. A fizetéseket kellene rendezni, ez a legfontosabb, mondja a szakszervezeti vezető. A tárgyalások azonban megfeneklettek a Tükebusznál. 2021. július végén volt egy bértárgyalás, ott a munkáltató arra kérte a szakszervezeteket, hogy legyünk türelemmel szeptember közepéig, 15-éig, de azóta hivatalos megkeresés nem érkezett részünkre, hogy a bérfejlesztési tárgyalások folytatódnának. Persze most nap mint nap leszámolnak a gépkocsi vezetők, sokan átmennek a volánhoz. Én is mondtam, hogy legalább 50 ezer forint nettó keresettel többre lenne szükség ahhoz, hogy ez az elvándorlás megálljon. Jelenleg 1211 forint alapórabért kapnak. Ezt szeretnék 1450 forintra megemelni, mint amit a volánnál fizetnek. Ez 20%-os bérfejlesztés. A szakszervezet szerint az elvándorlás miatt hamarosan előfordulhat, hogy csökkenteni kell a jelenlegi járatok számát. Most papíron 280 buszvezető dolgozik a Tükebusznál. Kerestük az önkormányzatot, mint a munkáltató cég tulajdonosát a bértárgyalásokkal kapcsolatban. A sajtókapcsolatokért felelős munkatárs azt mondta, jelentkezik, ha valaki vállalja az interjút. Eddig ez még nem történt meg.